5 évvel ezelőtt azzal a céllal hívták életre a sportnapot Újfehértón, hogy a városban élő fiatalok és kevésbé fiatalok mozgással töltsenek el egy napot. Az elmúlt fél évtizedben népszerűvé vált a rendezvény a városlakók körében, a 6. Rázfelmagad elnevezési sportnapon közel 1000 résztvevőt fogadtak a szervezők. Magán a délelőtti sorversenyen, ahol ugye alsósok és felsősök szerepelnek, körülbelül 100 diákat mozgatunk meg, és természetesen hozzák magukkal a szurkolótábort, amit szerintem hallottatok is. Egy olyan 300-400 főt megmozgatunk a délelőtt folyamán, illetve a délután folyamán az úszóversennyel, a felnőtt sorversennyel, a különböző programokkal még legalább ugyanennyit tudunk megmozgatni, és legalább ennyien jönnek el szurkolni. Az Újfehértói Szabadidő Központ vezetője szerint fontos, hogy a fiatalok rendszeresen sportoljanak. Én, mint volt testnevelő, azt mondom, hogy nagyon jó ez a mindennapos testnevelés, ott, ahol ezt ki tudják használni. Hál' Istennek Újfehértó olyan lehetőségek vannak, hogy a tantervbe be van építve az úszás, tehát aki Újfehértón elvégzi a 8 általános iskolát, az megtanul úszni. Itt van az úszodánk, illetve a környékbeli településekről is vannak, például most, hogyha bemennénk, akkor a Bökönyi általános iskola van nálunk most úszásoktatáson, illetve a Csarnokban az Oltalom iskolának ugyebár nincs még tornaterme, és ő a délelőttöket itt használja ki, mint testnevelési óra keretében. A fiúknál természetesen még mindig a foci a legnépszerűbb sportág, azt is megtudtuk, hogy miért. Megtanulunk veszteni és nyerni, és csapatba lehet játszani, és jól érezzük magunkat. A gyerekek nem csak azért örültek a sportnapnak, mert az iskolapad helyett a tornacsarnokban töltötték a napot. Nagyon jól éreztem magam, szeretek sportolni, és örülök, hogy az RKL Ferenc iskolának a csapatába részt vettem. A sportnap a szervezők szerint elérte célját, mivel a különböző versenyszámokban ezúttal nem a győzelem, hanem a részvétel volt a fontos.